imádom ezt a síri csendet, amikor már úgy gondolják, hogy mindjárt elkezdjük, én is úgy gondolom, és előbb-utóbb intenek is, hogy el lehet kezdeni. Szeretettel köszöntök mindenkit így az ebéd, rövidre sikerült, de azért remélem tartalmas ebédszünet után. Egy nem olyan rövidre sikerült, de nagyon tartalmas előadás következik most, amelyik a harmadik építőköve a .NET alapját szolgáltató protokolloknak. Igazából három betűszót látnak itt most a képernyőn, de ezeknek a lényege az, hogy hiába tudunk szabványos módon adatokat becsomagolni és továbbítani más alkalmazásokhoz, más szolgáltatásokhoz. Hiába tudjuk ezekkel az adatokkal együtt elküldeni azt az információt is, hogy milyen műveletet kéne, hogyan végrehajtani arról, milyen eredményt kérünk, és így tovább. Ha ezeket a webszolgáltatásokat nem tudjuk szabványos módon leírni, vagy még ha le is írtuk, akkor ezeket a leírásokat nem tudjuk olyan helyen tárolni, ahol a megfelelő funkcionalitást kereső külső vagy belső alkalmazások ezeket a leírásokat megtalálhatják, és a tartalmuk alapján eldönthetik, hogy melyik webszolgáltatáshoz milyen módon kívánnak csatlakozni. Ez megvalósítható vállalaton belül is, illetve megvalósítható az interneten is. Mindkettőről szó lesz ebben az előadásban. Kérném Monostori Krisztiánt, hogy mondja el, hogy hogyan. Köszönöm szépen a bemutatást. Engem Monostori Krisztiánnak hívnak az automatizálás és alkalmazott informatikai tanszéken, a Műszaki Egyetemen vagyok tanársegéd, és ezekről a szép kis betűszavakról fogok önöknek beszélni. Remélem az ebéd utáni siestához jól fog jönni ez a kis előadás, és sikerül mindenkinek csendben, ahogy szeretné végighallgatni ezt az előadást. Nézzük először is, hogy miről lesz szó, pontosabban milyen kérdések merülnek föl. Webszervisekről már hallottunk, ugye erről, ezekre a webszervisekre nagyon jó támogatást ad nekünk a .NET keretrendszer, de manapság még ezek a webszervisek vagy webszolgáltatások még nem igazán elterjedtek. Tehát valószínűleg, hogyha itt most megkérdezném, hogy az önök vállalatánál mennyi van ezekből, legtöbben azt válaszolnák, hogy nulla, tehát nincsenek ilyen igazi webszervisek. Viszont ha föltenném azt a kérdést, ami mondjuk eléggé egy hipotetikus kérdés lenne, de feltehetném, hogy mennyi lesz 5 év múlva, akkor a Microsoftnak is, és nem csak a Microsoftnak, hanem valószínűleg az internet fejlődését nyomon követőknek az az elképzelésük, hogy 5 év múlva már rengeteg ilyen webszervis lesz, amik egymással fognak kommunikálni, és az önök vállalatánál is valószínűleg lesz néhány ezekből. Ezzel kapcsolatban fölmerülnek olyan kérdések, ugye, amire már részben kaptunk választ, például, hogy hogyan tudnak kapcsolódni ezek a webszervisek egymáshoz. Ugye az előző előadás a SOAP protokollról szólt, ami egy szabványos protokoll webszervisek közötti üzenetküldésre, illetve adatcserére. De felmerülnek egyéb kérdések is, amiket én megpróbálok most ebben az előadásban megválaszolni. Hogyan találjuk meg a webszerviszeket, hogyan tudjuk meg egy webszervisről, ha már megtaláltuk, hogy milyen szolgáltatásai vannak, hogyan tudunk hozzá kapcsolódni, és így tovább. Mint mondtam, ma még csak kevés webszervis létezik. Ezek általában olyan jellegű webszerviszek, mint például időjárás jelentést lehet kérni egy webszervisztől, részvényárakat lehet lekérni, illetve megrendeléseket tehetünk, például könyveket rendelhetünk, számítógép alkatrészeket rendelhetünk, és ehhez hasonló dolgokat. De nagyjából ezzel egy kerek bemutatást is adtunk, hiszen ezen kívül nem nagyon léteznek ma még webszervisek, bár nem csak a Microsoft, hanem más nagyobb szoftvercégek is, IBM, Sun, stb. Mind fejlesztik a saját platformjukat, és mind nyújtanak olyan fejlesztő eszközöket, amivel ilyen webszerviszeket lehet fejleszteni. Itt van egy példa, ahol egy multinacionális cég van leírva. Tegyük föl, hogy van egy nagyobb cégnél, egy ilyen multinacionális cégnél 300 ezer alkalmazott. Ezek ugye a világ minden táján vannak ezek az alkalmazottak, például, mit tudom én, a Chrysler autógyár. Van
100 000 partnerük, ezek között vannak disztribútorok, beszállítók és egyéb más partnerek, és a vállalatnak van mondjuk 10 000 alkalmazása, különböző alkalmazások a számvitelhez, könyveléshez, megrendelésekhez, és így tovább. Hogyha ezeknek elképzeljük az összes lehetséges permutációját, akkor egy nagyon magas szám jön ki, ez a 30 000 trillió. Igazából ennyi interfészünk nem lesz, ugye, de nagyon sok interfészünk lesz. Alkalmazottak ugye kapcsolódnak partnerekhez, bizonyos megrendeléseket bizonyos alkalmazottaknak kell nyomon követni, aláírni, elküldeni, stb. Tehát nagyon sok kapcsolódást kell megoldanunk, ez itt a lényege ennek a szlájdnak. És ezeket a kapcsolódásokat, az a célunk, hogy ezeket a kapcsolódásokat mi automatikusan tudjuk megoldani, úgy, hogy automatikusan felderítünk egy webszolgáltatást, és ezek után automatikusan kapcsolódunk is ehhez a webszolgáltatáshoz. A Chrysler cég az lehet csak egyetlen egy cég, amiről beszéltünk, ugye vásárlók, alkalmazottak, partnerek, szállítók kapcsolódnak hozzá, de ugye az a cég, aki mondjuk szállít a Chryslernak, annak is lehetnek partnerei, illetve egyéb vásárlói, tehát ez az egész egy nagy újra behálózódáshoz fog vezetni, ami ugye az interneten keresztül az az elképzelés, hogy mindenkinek meg lesznek a webszolgáltatásai, és ezeken a webszolgáltatásokon keresztül fog folyni nem csak a vállalat és a vásárlók közötti kommunikáció, hanem a vállalatok közötti kommunikáció is, például megrendelés elküldése, és így tovább. Nézzük tipikusan, hogy ma hogy néz ki egy webalkalmazás. Ugye van valamilyen B2C, ugye ez a business to customer, vállalattól az ügyfél felé egy weboldalunk, ezt egy HTML protokollon, vagy HTML fájlt a HTTP protokollon keresztül elérjük, kitöltünk egy HTML űrlapot, elküldjük a megrendelést, és ezek után valami történik a háttérben. Háttérben mi integrálva vagyunk a partnereinkkel, például, hogyha egy könyvrendelést képzelünk el, akkor ugye megrendeljük a könyvet, akkor a kiadótól azt a könyvet nekünk el kell hozni, illetve egy szállítónak azt a könyvet ki kell szállítani az ügyfél számára, illetve mondjuk a hitelkártya információt ellenőriznünk kell. A probléma ezzel az, hogy ez az integráció a kiszolgáló oldalon, ez még nem igazán szabványos. Nagyon sokféle dolog történik, faxon rendelünk meg valamit a partnertől, e-mailt küldünk, fájlokat küldözgetünk FTP-n keresztül, illetve az is elképzelhető, hogy a megrendelést egy alkalmazottunk leolvassa, és annak alapján telefonál, illetve e-maileket küld, és így tovább. Tehát a probléma ezzel az, hogy valóban megkönnyíti a működést, de ez nem egy szabványos működés. Tehát, hogyha jön egy újabb partner, akihez kapcsolódnunk kell, akkor azt újra meg kell beszélnünk, meg kell egyeznünk a protokollban, hogy hogyan fog ez az együttműködés lezajlani, és így tovább. Ehelyett egy jobb megoldás lehet az, amikor ez az egész integráció XML-en keresztül működik. Ugye, hogyha mindenkinél megvannak a webszolgáltatások, akkor XML alapú adatcsere folyhat, ez egy szabványos formátum, és egy újabb partnernak az integrálása ebbe a rendszerbe már sokkal könnyebb lesz. Miért jó az XML? Hát az XML-ről volt egy teljes előadás, tehát most nekem itt nem tisztem az XML-nek a bemutatása, de csak néhány szóban esetleg, hogyha valaki nem azon az előadáson volt. Ez egy olyan szabvány, ami egyszerű, nyílt, és nagyon széles a támogatottsága, tehát nem Microsoft találta ki, hanem ezt egy széles támogatás, tehát széles támogatása van. Kommunikáció alapja az internet, ugye be vagyunk hálózva az internettel. Az általános adatformátum, amit mondtam, ez az XML, ugye ez az interneten keresztül juthat el a partnerekhez, és a szolgáltatások, a webszolgáltatások a SOAP protokollon keresztül tudnak kommunikálni, erről is volt egy előadás, ugyancsak egy szabványos protokoll. Erre fog nekünk rákerülni a UDDI, amiről majd a későbbiekben fogok beszélni, ami arra szolgál, hogyha nekünk vannak szolgáltatásaink, ilyen webszerviszeink egy vállalatnál, akkor hogyan tudjuk azt hirdetni, hogyan tudjuk azt mások számára is elérhetővé tenni,
ahhoz hasonlóan, mint mikor ugye annak idején az első weboldalunkat megcsináltuk, akkor ugye az kellett, hogy ezt a weboldalt ismerjék is az emberek, és megtalálják ugye keresőrendszereken keresztül, és így tovább. Egy ehhez hasonló dolgot szeretnénk csinálni a webszerviszeink számára is, és ez lesz az, amit majd a UDDI-jal meg tudunk valósítani. Tehát még egyszer, az, amit elképzelünk, az az, hogy nagyon sokrétű kiszolgálóink vannak, mindenhol webszerviszek vannak, ezek együttműködnek, illetve az ügyfelek felé is ugye szolgáltatásokat nyújtanak. A problémák, amiket meg kellene oldanunk a webszerviszekkel kapcsolatban, először is az, hogy hogyan nevezzük el a webszerviszeket, ugye? Azt szeretnénk, hogyha egy webszerviszt valahogy elnevezünk, akkor mindenki tudja azt, hogy az tulajdonképpen micsoda, ne legyen az, hogy ketten ugyanazt a nevet adják, és így tovább. Ha van egy webszerviszünk, akkor és szeretnénk egy másik céghez kapcsolódni, akkor hogyan találjuk meg annak a másik cégnek a webszerviszét, és hogyha megtaláltuk, akkor hogyan lehetne esetleg azt megoldani, hogy ez ehhez automatikusan kapcsolódjon a mi rendszerünk. Tehát anélkül, hogy a mi informatikai szakembereinknek fel kéne hívniuk a másik cég informatikai szakembereit, megegyezni egy szabványos protokollban, és ezen a protokollon keresztül működnénk együtt, ahelyett, hogy lehetne vajon mindezt programból megoldani. Egy-két technikai kérdés is felmerül, ugye már vannak internetes piacok, ahol különböző webszolgáltatásokat lehet elérni, és ugye ezek a piacok ugye egymástól függetlenül fejlődnek. Hogyha gyorsan nem jön létre egy szabvány, akkor ugye elképzelhető, hogy egy olyan dolog alakul ki, ami annak idején ugye a COM és a CORBA-val kialakult, hogy két különböző szabvány kifejlődött, és különböző rendszerekben különböző szabványokat használtak, és mindenki tudja, hogy az átjárhatóság a két rendszer között egyáltalán nem triviális. Tehát nagyon fontos, hogy ez a szabvány, ami ezeket a problémákat megoldja, ez gyorsan elkészüljön, és már az egyes verzió az el is készült a UDDI-nak, lehet is használni, majd erről fogok beszélni, és mutatom a website-ot is, ahol el lehet érni. Nézzünk egy ilyen kis blokkdiagramot, hogy hogyan működnek a webszerviszek. Induljunk ki abból, hogy van egy webszervisz, amit szeretnénk megkeresni, és utána szeretnénk hozzá kapcsolódni. Az első dolog, amit meg kell tennünk, az a felderítés, meg kell találnunk ezt a webszerviszt. Ezt úgy találhatjuk meg, hogy vagy a UDDI-on keresztül, vagy pedig a DISCO-n keresztül. A DISCO az a Discovery-nek a rövidítése, és majd mindjárt fogok róla egy kicsit részletesebben beszélni, de ez a két protokoll teszi nekünk lehetővé, hogy webszerviszeket megtaláljunk. Tehát elindítunk egy kérést, kapunk rá egy választ. Válasz és a kérés is XML, tehát itt minden XML alapon folyik, illetve ugye az üzenetek elküldésére a SOAP protokoll felelős. Most ott tartunk, hogy megtaláltuk ezt a webszerviszt. Tehát tudjuk, hogy ott van egy webszervisz, de nem tudjuk azt, hogy hogyan működik. Tehát kell nekünk egy leírás erről a webszervisről. Elküldünk egy kérést, egy WWSDL kérést. A WWSDL az a Web Service Description Language-nek a rövidítése, tehát a webszolgáltatás leíró nyelvnek a rövidítése. Elküldünk egy kérést, tehát szeretnénk egy leírást kapni erről a web service-ről. Akkor egy WSDL fájllal fog válaszolni nekünk a kiszolgáló, ami egy XML fájl, majd mindjárt be fogom mutatni a szerkezetét egy ilyen WSDL fájlnak. Most már tudjuk azt, hogy hol van a web service, tudjuk azt, hogy milyen interfésze van, hogyan kell hozzá kapcsolódni. Ezek után kapcsolódunk hozzá protokollon keresztül, ugye ez a .NET keretrendszerben ezek az ASMX fájlok, és válaszként XML formátumú dokumentumot fogunk kapni. Tehát igazából ez a három lépés az, ami szükséges ahhoz, hogy egy web service-szel kommunikáljunk. Először a felderítésről, az első lépésről szeretnék beszélni, pontosabban a második lépésről, elnézést kérek. Tehát arról a részről, amivel, ahol leírjuk magukat a webszerviszeket. A Web Service Description Language az nem más, mint egy XML nyelvtan, ugye ezt most már valószínűleg mindenki
megszokta itt délutánra, hogy itt most minden XML alapon fog működni. Szolgáltatásokat, portokat definiálhatunk, amelyek üzenetekkel kommunikálnak egymással. Protokollok, amiket használhatunk, HTTP, GET, POST, illetve a MIME protokoll, ugye ez a legfelsőbb szintű protokoll. A VSDL az nem más, mint egy publikus leírása a web service-nek, VSDL kontraktusnak is hívják, mert ebben van leírva az, hogy milyen protokoll szerint kapcsolódhatunk mi a web service-hez. Ez egy publikus leírás, tehát hogyha tudjuk, hogy a web service hol van, akkor lekérhetjük ennek a VSDL leírását. Itt föl vannak sorolva a VSDL építőkövei, definíciók, típusok, porttípusok, üzenetek, szolgáltatások és kötések, de ezt mindjárt részletesebben bemutatom. Először is itt egy blokkdiagram látható arról, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat elképzelni. Van két szolgáltatásunk, szolgáltatásokon belül lehet több portunk, és a portok azok porttípusokhoz vannak hozzárendelve, és ezek a portok között fogunk üzenetekkel kommunikálni. Ennek alapján a VSDL file leírása így template-szerűen úgy néz ki, hogy először is adunk egy nevet a service-nek, utána importálhatunk be egy másik VSDL file-t, megadhatunk egy porttípust, ezen belül műveletet definiálhatunk, aminek van egy bemenő üzenete, hát több bemenő üzenete is lehet, de itt bemenő üzenete van, illetve kimenő üzenete. Kötéseket definiálunk, és utána magát a szolgáltatást úgy definiáljuk, hogy egy portot definiálunk, ehhez tartozik egy kötés, amit ugye itt előzőleg definiáltunk, és megadunk egy pontos elérési helyet, ahol ezt a szolgáltatást el lehet érni. Egy konkrét példát nézzünk, akkor VSDL leírás, ez nem az. Elnézést, akkor ezt a innen kell megnyitnom. Jó, tehát elnézést, csak átsiklottam a VSDL file fölött. Tehát itt, ami látható, az maga a VSDL file, egy konkrét VSDL file. Az első elem, amit definiálunk, az egy trade price request. Ezen belül van egy elemünk, ez a ticker szimbol, ez ugye egy tőzsdei azonosító, string típusú. Definiálunk egy másik elemet, ez a trade price, ez a, ugye az ár, ennek van egy eleme, a price elem, és a típusa az egy levegőpontos szám. Ezek után, hogyha ezeket az elemeket definiáltuk, akkor definiálhatunk üzeneteket. Van egy get last trade price input üzenet, és van egy get last trade price output üzenetünk. Utána definiálunk egy porttípust, ezen a porttípuson belül van nekünk egy műveletünk, ez maga a get last trade price művelet, és ennek két üzenete van, egy bemenő üzenete és egy kimenő üzenete, ez az a két üzenet, amit az előbb definiáltunk. Utána definiálunk egy kötést, ami megmondja nekünk, hogy melyik műveletet szeretnénk használni, a get last trade price műveletet szeretnénk használni, van neki egy bemenete és egy kimenete. Ezek után, ha magát a szolgáltatást szeretnénk leírni, akkor itt van ez a stock quote service szolgáltatás, definiálunk egy portot hozzá, ez a stock quote port, és a kötés, amit az előbb létrehoztunk, ez a stock quote binding kötés, amit hozzárendelünk, és megadjuk a címét, egy URL-t, ahol ezt a
webszolgáltatást el lehet érni. Tehát látható, hogy egy ilyen szabványos XML dokumentummal le tudjuk írni a webszerviszünket, és a nyitó előadáson láthatták is, hogy ezt a VSDL fájlt ezt tudja generálni automatikusan nekünk a Visual Studio. Visszatérve az előadásra, a leíró részt azt ezzel elintéztük a VSDL-lel, tehát ezzel a Web Service Description Language-el le tudjuk írni a szolgáltatásainkat, és ezek után tovább lépünk az egyen magasabb szintre, hogyan tudjuk megtalálni ezeket a szolgáltatásokat. Mielőtt a UDDI-t bemutatnám, bemutatom a DiscoFile-t, ami a UDDI előtt volt, pontosabban még mindig alternatívaként lehet használni a DiscoFile-okat, de a UDDI az egy sokkal erőteljesebb, sokkal több lehetőséget nyújtó szabvány, amin keresztül a webszerviszeket meg lehet találni. Tehát még egyszer menjünk ide vissza, és reménykedjünk benne, hogy a DiscoFile-t már én is megtalálom. Ez sikerült is. Tehát egy DiscoFile-ban kétféle dolgot írhatunk le. Vagy egy VSDL fájlra hivatkozhatunk, ez a contact ref referencia, illetve egy discovery ref referenciával hivatkozhatunk egy másik DiscoFile-ra. Ez azért lényeges, mert magát a DiscoFile-t a webszerverünkön, a webkiszolgálónkon, a gyökérkönyvtárba helyezzük el. Innentől fogva, hogyha valaki szeretné tudni, hogy az adott kiszolgálón milyen webszerviszek vannak, akkor egyszerűen egy ilyen diszkó kérést küld a kiszolgáló felé, megkap egy ilyen DiscoFile-t, ebből vagy közvetlenül megtudja azokat a webszerviszeket a VSDL leírásukkal együtt, amihez esetleg kapcsolódhat, illetve egy másik DiscoFile-ra is hivatkozhat, és így, mint egy hierarchikusan megnézhetjük, hogy a szerveren milyen webszolgáltatások léteznek. Ezt mondom, ez még mindig létezik és működik, de a UDDI ennél sokkal több lehetőséget fog nekünk nyújtani, és innentől fogva valószínűleg a DiscoFile-oknak a használatára a későbbiekben nem lesz szükség. Tehát akkor térjünk vissza a slideshowhoz, és nézzük meg, hogy mi az a UDDI. UDDI a Universal Description, Discovery and Integration-nek a rövidítése, vagyis univerzális leírás, felderítés és integráció. Tehát, ami itt nagyon fontos, hogy ugye az univerzális az azt jelenti, hogy ez egy szabványos dolog. A leírás az ugye azt jelenti, hogy leírhatjuk a webszolgáltatásainkat. A discovery, a felderítés az azt jelenti, hogy ezeket meg is találhatjuk valamilyen kereséssel. Illetve az integration, talán ez az egyik legnagyobb előnye a UDDI használatának, hogy automatikusan integrálódni is tudunk ezzel a webszolgáltatásokkal, ezzel a webszolgáltatással, amit megtaláltunk. Ez egy publikus specifikáció a webszerviszek számára, XML alapú természetesen, vannak szolgáltatás leíró sémák, vannak magukat a vállalatokat leíró sémák, és ugye mondtam XML alapú, illetve SOAP kérésekkel fordulhatunk a UDDI nyilvántartáshoz. A nyilvántartás maga az egy megosztott nyilvántartás, a Microsoft, az IBM és az Ariba is üzemeltet ilyen UDDI nyilvántartás, amik között természetesen szinkronizáció van, és bárhol bejegyezzük a vállalatunkat, illetve a szolgáltatásainkat, az a többi kiszolgálón is megtalálható lesz. Maga a UDDI is egy web service, ami tulajdonképpen metaadatokat tárol a webszolgáltatásokról. Milyen cégek támogatják a UDDI-t? Hát itt csak néhány van felsorolva, IBM, Microsoft, Ariba, Sun, Oracle, HP, Intel, stb. Tehát a vezető cégek az informatikában mind támogatják ezt a UDDI-t, és ezen kívül ugye itt az van, hogy 200 más vállalat lehet, hogy mostanra mire már én ezt az előadást tartom még több. Tehát a lényeg az, hogy ennek nagyon széles a támogatottsága, tehát biztos, hogy nem esünk abba a hibába, ami annak idején a COM és KORBA körül kialakult. Nézzük, hogy milyen problémákat tudunk megoldani a UDDI-jal. Először is egy szélesebb vállalatok közötti integrációt tudunk létrehozni. Hogyha van egy mondjuk egy gyártónk, akinek 400
online kapcsolatot kell létesítenie vásárlókkal, illetve beszállítókkal, és így tovább, egyedi protokollok alapján, akkor ez sokkal könnyebben megteheti a UDDI segítségével. Intelligens keresést végezhetünk. Léteznek internetes piacok, akik webszerviszeket tárolnak, tehát tudják, hogy milyen webszerviszek léteznek. Például én elmegyek egy ilyen internetes piacra, és azt szeretném, hogy amikor leszállok Sydney-ben, akkor azonnal legyen egy virág, amit át tudok adni annak, aki engem fogad. Megkeresek egy virágboltot itt az internetes piacon, és ez az internetes piac, mivel automatikusan tud kapcsolódni ennek a virágboltnak a webszolgáltatásához, automatikusan felajánlja nekem, hogy én azonnal rendelhetek virágot, és ott helyben ezt meg is tudom oldani. Ezzel már tulajdonképpen elmondtam az integrálást is, hiszen ezzel lehetővé tesszük azt, hogy ha megtaláltunk egy szolgáltatást, akkor egyből, hogyha annak ismert az interfésze, egyből kapcsolódni tudjunk hozzá. Ezt megpróbálom eltüntetni. Eltűnik, nagyon jó. És akkor térjünk ide vissza. Tehát akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez a UDDI nyilvántartás. Először is ugye szoftvercégek, fejlesztők feltöltik a UDDI nyilvántartás szolgáltatásokat. Tehát elképzelhető, hogy egy cég kifejleszt egy webszerviszt, és az bejegyzi a UDDI nyilvántartásba. Cégek megvásárolják ezeket a webszerviszeket, bejegyzik magukat, mint vállalatot, illetve bejegyzik azt is, hogy náluk, mint vállalatnál megtalálható ez a webszolgáltatás. Ezek után a UDDI nyilvántartás az programból automatikusan hozzárendel egy azonosítót ehhez a szolgáltatáshoz. És ezek után egy internetes piac a UDDI nyilvántartásban keresve megtalálhatja ezt a vállalatot, megtalálja, hogy ennek a vállalatnak van egy ilyen webszolgáltatása, és automatikusan tud hozzá kapcsolódni, hogyha ismeri ennek a szolgáltatásnak az interfészét. És ezek után a következő lépcsőfok az az lehet, hogy ez vállalatokon belül is működjön, tehát a vállalat különböző részlegei között különböző webszolgáltatásokat megtalálhatunk a vállalaton belül. Ez hasonló ugye, ahogy az interneten kapcsolódunk más vállalatokhoz, de lehet egy helyi intranetünk, ami a helyi kis részlegeinket köti össze. Nézzük, hogy a UDDI-ban milyen bejegyzések vannak. Hát itt ugye az angol terminológia szerint a telefonkönyv, ugye telefonkönyvek úgy vannak osztályozva, hogy white pages az a normál telefonkönyv, yellow pages az a szaknévsor jellegű nyilvántartás, és kitaláltak egy ilyen harmadikat, a green pages, ami a szívemhez közel áll, mert ugye a Fradi vezeti a bajnokságot, tehát jó ötletnek tartom, hogy a green pages-t választották. Ez a green pages tulajdonképpen a szolgáltatásokról fog nekünk információkat tartalmazni, tehát webszerviszekről. Ez ugye a vállalatra jellemző adatok. Másik dolog, amit eltárolnak, ezek a service típusok. Ugye ez megint csak az, ami az első lépés volt az előző ábrán, hogy a programozók, szoftvercégek készítenek ilyen webszolgáltatásokat, és ezeket bejegyzik. Utána ugye, hogyha egy vállalat ezt a webszolgáltatást megvette, akkor bejegyezheti, hogy hozzá tartozik ez a webszolgáltatás. Telefonkönyve, milyen adatok vannak, vállalatneve, általános leírás, elérhetősége, illetve azonosítók rendelhetnek hozzá. Hát egyelőre ez még eléggé amerikai orientált, tehát ez a dance number, ez egy ilyen amerikai azonosító, de hogyha magyar viszonylatokba gondolkodunk, akkor ilyen ismert azonosítók lehetnek például az adószám, illetve bankszámlaszám, tőzsdei azonosító, és így tovább. A szaknévsor jellegű kategorizálásra az egyes verzióban három szabványos felosztás van, ez megint csak ugye, mivel ez az egész ugye Amerikából indult, az amerikaiaknak valószínűleg ezek többet mondanak, ezek az ipari kódok, illetve termékszolgáltatás osztályozások, de gondolhatunk a magyar szolgáltatási jegyzékre is, mint egyfajta felosztásra, illetve a földrajzi felosztás az megint csak egy olyan dolog, ami tehát a földrajzi felosztás az olyan, amit mi is el tudunk képzelni, ugye, hogy megmondhatjuk, hogy ez a vállalat hol helyezkedik el. Természetesen, ha találtunk valamit a szaknévsorban, akkor megnézhetjük a hozzátartozó
telefonkönyvadatokat. A Green Pages szolgáltatás ugye tulajdonképpen azt fogja nekünk leírni, hogy hogyan folytathatunk elektronikus kereskedelmet az adott vállalattal. Ez egy egymásba ágyazott modell, ami leírja az üzleti folyamatot, magát a szolgáltatást, illetve a kötési információkat, hogyan lehet kapcsolódni hozzá. Nagyon fontos dolog, hogy ezek mind programozás, platform és implementáció függetlenek, tehát nincs az, hogy csak a Microsoftos webszervisek tudnak egymáshoz kapcsolódni, mivel a kommunikáció SOAP-XML alapon történik, kifejlesztek mondjuk az IBM fejlesztői környezetében egy webszolgáltatást, és nyugodtan egy Microsoftos webszolgáltatást tud kapcsolódni hozzá, illetve viszont is. A szolgáltatások maguk is kategorizálhatók, ugye egy nagyobb vállalat, ami többféle szolgáltatást nyújt, magát a szolgáltatást is kategorizálhatja, nem kell mindennek ugyanahhoz a vállalati kategorizáláshoz tartoznia. Még egyszer akkor nézzük részletesen most már a UDDI-jal együtt, hogy hogyan működnek ezek a webszervisek, illetve hogyan tudnak együttműködni a UDDI-jal. Van egy kis boltunk, akinek valószínűleg a maga a weblapja sem ott helyben a saját szerverén van elhelyezve, hanem valamilyen internet szolgáltatónál, legyen az most a VerticalNet, ott helyezzük el a weblapunkat, illetve ott helyezzük el a webszervisünket is, amit lehetséges, hogy éppen a VerticalNet fejlesztett ki nekünk. A VerticalNet, mint szolgáltató, automatikusan bejegyzi nekünk ezt a vállalatot a UDDI nyilvántartásba, és bejegyzi azokat a webszerviszeket, amik elérhetők ennél a vállalatnál. Utána a következő, hogy az internetes piacok megnézik ezt a UDDI nyilvántartást, megtalálják a boltot, újabb jelentkező van, és ezt az adatot ugye egy cache-ben tudják tárolni, és hogyha ismerik az interfészt, akkor tudnak kapcsolódni hozzá. Ugye ezek után a fogyasztók és vállalatok küldhetnek ajánlatokat, megrendeléseket, szállítási státuszt, és így tovább ezeken a webszolgáltatásokon keresztül. Tehát itt megint hangsúlyoznám, hogy a legnagyszerűbb dolog ebben az egészben, hogy egyből automatikusan tudunk kapcsolódni ezekhez a webszolgáltatásokhoz. SOAP-ról, XML-ről már volt szó, úgyhogy csak gyorsan erről az ábráról néhány szóban beszélnék. Arról van szó, hogy a UDDI tulajdonképpen a SOAP protokollon keresztül küldi el a kérelmet. Van egy nyilvántartásunk, e fölött fut a UDDI szolgáltatásunk, ami maga is egy webszervisz. SOAP protokollon keresztül fog kommunikálni, ugye a SOAP az HTTP-n keresztül működik. Tehát alkalmazásból, vagy akár egy felhasználó elküldhet egy UDDI SOAP kérelmet, és a UDDI nyilvántartástól fog kapni egy választ. Természetesen, hogy ez a nyilvántartás itt legalul milyen nyilvántartás, ez teljesen mindegy. A Microsoftnál lehet egy SQL szerver, az IBM-nél lehet egy DB2, és így tovább. A lényeg az, hogy innentől a UDDI szolgáltatás fölfelé már egy szabványos felületet nyújt. Ugye alkalmazásból, vagy maga a felhasználó létrehozhat bejegyzéseket, böngészheti, kereshet benne, illetve módosíthatja ezeket a regisztrációs adatokat. Mielőtt bemutatnám a UDDI API-t, amivel programból elérhetjük a UDDI nyilvántartást, először bemutatnám magát a UDDI nyilvántartást, hogy hogyan működik. A Microsoftnak van egy test.uddi.microsoft.com weboldala, ez egy teszt oldal, itt mindenki magának létrehozhat bejegyzéseket, illetve kereshet ezek a bejegyzések között. Ez ugye arra jó, hogy itt teszteljük a dolgainkat. Hogyha a tesztet kihagytam volna belőle, tehát van egy olyan is, hogy uddi.microsoft.com, ott az élő UDDI nyilvántartás található meg. Hát először is, hogy én itt bármit adminisztráljak, be kell jelentkeznem. Ugye beírom az e-mail címemet.
és aztán beírom a jelszavamat, és akkor belépünk. Ha beléptünk, remélhetőleg minél gyorsabban, akkor rákattinthatok itt az adminisztrációs menüpontra, és itt felvehetek egy új vállalatot. Felvehetek új szolgáltatástípust, illetve a saját regisztrációmnak a részleteit szerkeszthetem. És tegyük föl, hogy egy könyvrendelő, könyvkatalógus szolgáltatást szeretnénk mi publikálni. Tehát először egy ilyen szolgáltatástípust vegyünk föl, adunk neki egy nevet, mondjuk az, hogy könyvkatalógus. Adhatunk hozzá leírást, megadhatunk egy olyan dokumentumnak az elérhetőségét, ahol egy leírás található erről. Ezeket most nem töltöm ki, hogy gyorsabban haladjunk a demóval. Tehát most látható, hogy egy ilyen szolgáltatás típusnál miket tehetek még meg. Ugye itt van egy áttekintő dokumentum. Magát a szolgáltatást is osztályozhatom, tehát ezt mondtam, hogy nem csak a vállalatokat osztályozhatjuk, kategorizálhatjuk, hanem magát a szolgáltatást is, illetve hozzárendelhetek egy ilyen azonosítót. Most ezeket én nem teszem meg, egyszerűen ezt a szolgáltatás típust, ezt regisztrálom. Menjünk tovább. Tehát itt látható, hogy egy könyvkatalógus szolgáltatás típust sikerült beregisztrálnom. Most beregisztrálunk egy vállalatot, aminek legyen az a neve, hogy e-könyv, tehát hogy ilyen elektronikus könyváruház. Adhatunk egy leírást hozzá, erről ezt most nem teszem meg. Ezek után kitölthetünk különböző információkat erről a cégről, elérhetőség. Ugye itt megadhatunk nevet, leírást, mikor keressük ezt az embert, e-mail, telefon, cím, stb. Ezeket most nem töltöm ki, mert majd megmutatok egy másik regisztrációt, amiben ezek ki vannak töltve, de természetesen ezeket ki lehet itt tölteni. Menjünk tovább. Tehát látható, hogy itt miért lett unknown ennek a neve. Próbáljuk meg újra. Ja, ez a csak a mindegy, adjunk meg akkor valakit, mondjuk engem. Csak ennyit töltsünk ki. Jó, tehát itt látható, hogy eznek az e-könyvvállalatnak van egy Monostori nevű elérhetősége, és így tovább. Most, ami a lényeg igazából, tehát eddig tulajdonképpen nem csináltunk más, mint egy telefonkönyvbe bejegyeztük magunkat. Amit itt még megtehetünk, az egyrészt a szaknévsor bejegyzés, tehát itt megmondhatjuk, hogy hogyan szeretnénk osztályozni magunkat. Ugye megpróbálhatunk egy, mondjuk egy földrajzi elhelyezkedés szerinti osztályozást, ugye hol vagyunk, a világon vagyunk, ez a legfelső szint. Szerencsére tudjuk, hogy ha minden igaz, akkor az ötös oldalon található Magyarország. Remélem, jól emlékszem erre. Igen. Tehát a világon belül Magyarországon vagyunk. És azt mondhatjuk, hogy ezt az osztályozást ezt adjuk hozzá a mi vállalatunkhoz. Tehát most elvégeztük tulajdonképpen a telefonkönyv szerinti bejegyzést, illetve a szaknévsor szerinti bejegyzést. De most jön a lényeg, igazából a legnagyobb ereje a UDDI-nak, ez a Green Pages szerű bejegyzés, amikor megmondom, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el ennél a vállalatnál. Azt mondom, hogy add the service. Itt adhatok neki egy nevet, mondjuk legyen az a
szervisznek a neve, hogy katalógus kérés. Ehhez is adhatok egy leírást természetesen, hogyha akarok. És ezek után, ugye ezt megint csak osztályozhatom magát a konkrét szolgáltatást, tehát egyrészt a szolgáltatás típus is osztályozva van, de magát a szolgáltatást is osztályozhatom, illetve egy kötést rendelhetek hozzá, itt fogom tulajdonképpen konkrétan megmondani, hogy nekem ez a szolgáltatás, ez hol érhető el. Ez a modemen keresztüli csatlakozás, ez nem olyan gyors, de itt megadhatok egy URL-t, ahol ez elérhető. Tegyük föl, hogy az elkönyv.hu weboldalon található ez meg, főkönyvtárba, stb. Tehát itt megadtam az elérhetőségét, megadhatom, hogy milyen protokollal lehet elérni, illetve a leírását is megadhatom. Utána, amit ki kell töltenem, az az, hogy megmondhatom, hogy ez melyik szolgáltatás típushoz tartozik. Tehát itt mondom meg tulajdonképpen, hogy melyik az a webszolgáltatás, ami itt elhelyezkedik ezen a címen. Ugye ez az a webszolgáltatás lesz, amit én már az előbb bejegyeztem. Ha minden igaz, akkor valamilyen e-könyv, vagy valami ilyesmi volt, vagy könyv kereshetünk itt ezek szerint. Könyvkatalógus volt a neve, hát megtaláljuk ezt természetesen, hogyha több lenne, akkor itt kiválaszthatnánk. Könyvkatalógusnak hívtuk, ezt rendeljük hozzá. És itt adhatok neki egy leírást, megadhatom neki a paramétereit, mondjuk a például az, hogy ISBN szám szerint lehet a könyvet kérni, és így tovább. Illetve megadhatok egy olyan dokumentumnak a címét, ahol le van írva ez a szolgáltatás. Ezeket nem kötelező kitölteni, úgyhogy a sebesség szempontjából most úgy döntöttem, hogy menjünk tovább. És akkor ezt a web service tulajdonképpen hozzárendeltük mi a vállalatunkhoz. Tehát, hogyha valaki keresi a mi vállalatunkat, akkor megtalálja ezt a webszolgáltatását a vállalatunknak. Ezzel teljesen bejegyeztük ezt a e-könyv vállalatot, és bejegyeztük a webszolgáltatásait is. És nézzük meg, hogy lehet keresni ebben a rendszerben. Kétféle keresés lehetséges, vagyis hát alapvetően kétféle, ugye egyrészt a kategóriák szerint, attól függ, hogy milyen kategorizálást választunk, illetve kereshetünk a vállalat neve szerint. Most nézzük ezt, e-könyv. Vajon megtalálja-e? Remélhetőleg megtalálja. Nem? Akkor ezek szerint még nem került be a regisztráció, mert ez nem állandóan frissítődik. Akkor nézzünk egy másikat, például Microsoftot, ami nyilvánvalóan be van jegyezve ebbe a UDDI nyilvántartásba. Látható, hogy maga a vállalat és egyéb dolgok be vannak jegyezve. Nézzük meg a Microsoft Corporation, hogy ez hogyan van bejegyezve. Itt látható egy teljesen kitöltött vállalati bejegyzés. Itt láthatók a hozzárendelt szolgáltatások, UDDI Web Services például. És itt láthatók a kötések, hol vannak, milyen protokollon keresztül érhetjük el. Részleteket tudhatunk meg róluk. Ezek ugyanazok a dolgok, amiket én az előbb a regisztrációnál bemutattam. Akkor most térjünk vissza a slideshowhoz, és beszéljünk egy kicsit a UDDI API-ról. Az, amit bemutattam, az ugye az volt, hogy mi egy keresőrendszeren keresztül elérjük ezt a UDDI nyilvántartást, de a legnagyszerűbb dolog ebbe a UDDI-ba, hogy programból is ugyanezeket megtehetjük. Itt vannak felsorolva az API függvények,
két részre bonthatjuk őket, a lekérdező API, illetve a publikációs API. Lekérdező API-ban olyan dolgok vannak, amik alapján például vállalatot találhatunk meg, szolgáltatást, kötést, illetve a T-modell az ugye egy konkrét kötés és hozzátartozó szolgáltatás típus. Ezeknek természetesen a részleteit is lekérdezhetjük. Publikációs API az arra szolgál, hogy mi egy vállalatot bejegyezzünk, módosítsuk a bejegyzéseit, illetve töröljük a vállalatot, illetve annak a bejegyzéseit, és van két függvény, ami a biztonságot szolgálja. Ez ugye arra van, hogyha én bejegyzek egy vállalatot, akkor mondjuk azt más nem módosítgathassa. Erre is mutatnék gyorsan egy példát. Először magát a programot, ami a UDDI API-t használja. Ez benne van a UDDI SDK-ban, Microsoftnak van egy UDDI SDK-ja. Ugye ennek az a lényege, hogy ezek az API hívások tulajdonképpen SOAP hívásokká fordítódnak le, de ezt nekünk az API el fogja rejteni. Tehát itt megkerestük a Microsoft nevű vállalatot, be lehet állítani, hogy a valódi nyilvántartás, vagy a teszt nyilvántartást szeretnénk használni, csak hogy lássuk, hogy ugyanaz adja, most a teszt nyilvántartásba keressünk rá a Microsoftra, remélhetőleg ugyanazt az eredményt adja, valóban itt ugyanazok szerepelnek, amit magáról a UDDI weboldalról is leolvashattunk. Most én itt nem akarok belebonyolódni, hogy ez az API hogy működik, ezt mindenki az SDK leírásából megtudhatja, csak egy gyors kis példa, egy olyan példa látható itt, ahol az ECMI vállalatnak szeretnénk megtudni a bejegyzéseit. Ugye itt látható, hogy egy UDDI 1.0-as Fine Business függvényt fogunk hívni, ennek kitöltjük a név paraméterét, ez az ECMI vállalat, utána elküldjük ezt a kérést, és a választ pedig ebben a válaszborítékban fogjuk megkapni, utána végigmegyünk a válaszborítékon, és kiírjuk az eredményt. Tehát az API az nagyon egyszerűen lefedi nekünk ennek a UDDI-nak a szolgáltatásait. Még azt is megmutatom, hogy ez igazából milyen SOAP kéréseknek felel meg. Itt van a kérés, amit elküldünk, tehát látható, hogy ez egy fine business típusú kérés, maximum 100 sort szeretnénk visszakapni. A név, amit keresünk, ez az ECMI vállalat, és ennyi tulajdonképpen a leírás. Ez egy szabványos SOAP XML file. Válasz, amit kapunk, megkapjuk az adatokat erről a cégről, tehát látható, hogy megtalálta ezt az ECMI nevű céget, és ezek után van egy leírás róla, és itt megtalálhatók ilyen katalógus és szolgáltatási információk. Tehát a lényeg itt az, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ezek mind programból elérhetők, tehát nincs szükség arra, hogy valaki megkeresse ezt a webszolgáltatást, és ezek után ehhez a webszolgáltatáshoz úgy kapcsolódjon, hogy külön kódot kell írni. Ha ismerjük a webszolgáltatásnak az interfészét, akkor automatikusan tudunk kapcsolódni. El lehet képzelni egy internetes piacot, ami mondjuk könyv rendelésekre szakosodott, és azt mondom, hogy én szeretnék bizonyos könyvet, ez az internetes piac megkeresi azokat a vállalatokat, akiknek vannak olyan webszolgáltatásai, hogy könyveket lehet tőlük rendelni, megtalálja ezeket, lekérdezi tőlük, hogy megvan-e az a könyv, amit én keresek, és ha igen, akkor automatikusan tud is kapcsolódni ehhez a webszolgáltatáshoz, és fölajánlja nekem felhasználónak, hogy én azonnal rendelhetek ettől a vállalattól. Az, hogy ez egy publikus nyilvántartás, ez azt jelenti, mint már említettem, hogy az IBM-nél, az Aribánál és a Microsoftnál van egy-egy szerver, egy-egy UDDI nyilvántartás, amik naponta szinkronizálódnak egymással. Ezt az egész szabványt a UDDI.org weboldalon követhetjük nyomon, és ezen keresztül nézhetjük meg az újabb verziókat. Természetesen bárhol regisztrálhatjuk magunkat, minden csomóponton teljes nyilvántartás van, és ezek a csomópontok szópon keresztül kommunikálnak egymással, és maga ez a
nyilvántartás is bizonyítja azt, hogy ez a SOAP XML alapú webszervisek közötti kommunikáció ez életképes, hiszen nyilván az IBM nem egy Microsoftos platformon implementálta a UDDI nyilvántartását, és ugyanez igaz az Aribára is, és mégis együtt tudnak működni. Tehát itt ez a nagyon fontos dolog, hogy ez a nyilvántartás is maga egy webszervis, és ezek is SOAP XML alapon kommunikálnak egymással. Természetesen a későbbiekben több csomópont is megjelenhet, és ehhez a több csomóponthoz egy ilyen a DNS-hez hasonló hierarchikus felépítést képzelhetünk el. Hát nézzük egy kicsit a jövőbe, hogy milyen lehetőségek lesznek beépítve a UDDI-ba. A kettes verzió elkészült már 2001 márciusára, ebben telefonkönyv szinten már nagyvállalatokat is le lehet írni, tehát különböző részlegeit a vállalatoknak. Szaknévsor szinten megjelent még néhány kategória, és a Green Pages szolgáltatás szintjén megjelent az online service felderítés. Az év végére várják a most egy ideig valószínűleg az utolsó verziót, a 3-as verziót, de természetesen ez valószínűleg fog tovább is fejlődni, ahol már telefonkönyv szinten vállalatok közötti szövetségeket is le lehet írni, testre szabott kategóriákat lehet definiálni a szaknévsorban, és munkafolyamatokat is le lehet írni, tehát a szervisekhez hozzárendelhetjük, hogy milyen munkafolyamatokhoz tartoznak. Az, amit mi elképzelünk így UDDI, illetve webszervisek szintjén, az az, hogy a jövőben minden vállalatnak lesz UDDI bejegyzése. Ez egyrészt magáról a vállalatról fog információt tartalmazni, illetve a vállalatnál található szervisekről, és a webszervisek pedig a UDDI-t fogják használni erre az integrációra. Természetesen, mint azt már mondtam, ez a UDDI támogatás, ez be van építve a .NET platformba, a Microsoftnál, de ugyanúgy megtalálható az IBM-nek a WebSphere platformján, illetve a Sun-nak a One platformjába, és még sorolhatnám más cégeknek a fejlesztői platformjait. Tehát úgy néz ki, hogy ez egy olyan szabvány, ami mögé felsorakozott az egész szoftveripar, tehát érdemes foglalkozni vele, érdemes használni. Amint mondtam, a UDDI.microsoft.com-on található meg a valódi nyilvántartás. Az 1-es verzió az még COM Plus és SQL 2000-es alapon készült, az 1.5-ös verzió már .NET alapú C-Sharp-ban íródott. Integrálva van természetesen a Visual Studio .NET-tel, és van egy ilyen weboldal, a B-Central, ahol ezt a UDDI nyilvántartást lehet böngészni, és azonnal kapcsolódni is webszervisekhez. Aki további információt szeretne ezekről a UDDI-ról, illetve SOAP-ról, webszervisekről, itt látható néhány link, ez a kiadványunkban is megtalálható, tehát onnan is meg lehet nézni őket. És én ennyit szerettem volna elmondani, és szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha vannak kérdések. De szokás szerint még mielőtt felteszik ezeket a kérdéseket, a protokollok szekció szempontjából, tehát egyet hátralépve is hadd foglaljam össze én is, hogy mi történt itt. Igazából arról van szó, hogy ne keverjék össze azt, amit ugye az előadás kétharmadánál Krisztián demozott, habár ott ő interaktív módon, felhasználóként, egy weblapon keresztül regisztrált egy szolgáltatást, egy képzeletbeli vállalatot, illetve keresett rá ezekre a szolgáltatásokra, ezeknek a vállalatoknak a hozzáférhető szolgáltatásaira. A fontos rész valójában egyrészt az SDK, amelynek a segítségével alkalmazásból lehet mindezt csinálni. Tehát alkalmazásból lehet regisztrálni, alkalmazásból lehet keresni, és alkalmazásból lehet elérni az adott szolgáltatást, igénybe is venni egyben a képességeit, tehát felhasználni az általa nyújtott funkcionalitást. A másik fontos rész pedig a Visual Studio integráció. Láthatták már a plenáris ülésnek a demóján, hogy a Visual Studio egy webszolgáltatás elkészítése során a Service Description file-t legenerálja, tehát helyből létrehozza, amit nem láthattak, illetve csak azok, akik a tegnapi napon is részt vettek a webszolgáltatás gyártó demókon, vagy látták azokat, az pedig az, hogy
amikor az ügyfélprogramot, vagy azt az alkalmazást készítjük, amelyikkel webszolgáltatást akarunk igénybe venni, és az adott alkalmazáshoz éppen hozzá akarjuk adni a webszolgáltatást, akkor egy olyan ablak jelenik meg a számunkra, ahol választhatunk. Egyrészt kiválaszthatjuk egy listából az adott gépen regisztrált összes webszolgáltatást, másrészt viszont közvetlenül mehetünk a udidi.org-ra, ahonnan kiválaszthatjuk az ott bejegyzett szolgáltatások közül azt, amelyikhez kapcsolódni akarunk, és amelyiket ilyen módon be akarunk vonni, részévé akarjuk tenni az alkalmazásunknak. Tehát az integrációt így kell érteni, ez már egy elég mély szintű integráció, és gyakorlati szempontból is jelentkezik a haszna ennek a fajta regisztrációs folyamatnak. Úgyhogy én azt kérném, hogy ha van kérdésük, akkor most tegyék fel Krisztiánnak. Viszonylag jól állunk időben, az azt jelenti, hogy néhány percünk még van. És van-e most azonnal kérdés, és még majd pár szót én mondanék. Remek dolog egyébként fényszórókkal szemben azt kutatni, hogy vannak-e kezek a magasban. Szintén mondanám az előző előadásokhoz hasonlóan, hogy itt is lehet persze idejönni az asztalhoz, és úgy külön-külön kérdezni. Annyit hadd mondjak akkor még el, amíg gondolkoznak, hogy a protokollok szekció munkája itt nem ér véget. Most eljutottunk odáig, hogy az XML-lel kommunikált adatokat, amelyeket ugye SOAP segítségével küldözgetünk alkalmazások között, most már azok a webszolgáltatások kezelik, amelyek be is vannak jegyezve standard módon egy vállalati vagy akár nemzetközi internetes regisztribe. De van még jó néhány webszolgáltatás, amelyeknek a felhasználása fontos lehet ahhoz, hogy igazán rugalmas alkalmazásokat tudjunk készíteni. Ezek a webszolgáltatások az egyénekkel, csoportokkal, akár vállalatokkal kapcsolatos azonosító információkat kezelik, és az összefoglaló nevük a Hailstorm. Ez lesz majd a protokollok szekció következő fontos előadása. Tehát remélem, hogy azon is sokan részt vesznek önök közül. Viszont van-e azóta már kérdés? Ott van egy, igen. Hát egyrészt én tudom mondani azokat a példákat, amelyek a Hailstormban jelennek meg, mint webszolgáltatások. Ezek azzal kapcsolatosak, hogy mondjuk egy szolgáltatás együttesbe vonjuk össze az adott felhasználó csoportot, vállalatot érintő összes értesítést. Tehát a kommunikációt meg tudjuk vezetni. Ilyenek a szintén a weben elérhető naptárkezelő és egyéb szolgáltatások. Ezek a Microsoftos dolgok. Amit én webszolgáltatásként el tudnék képzelni, a jelenleg is elérhető funkcionalitás sok közül, azok például a hitelkártyákkal és egyéb fizetőeszközökkel kapcsolatos alapvető azonosító műveletek, amelyekhez még nem kell a számlavezető bankhoz fordulni, de már el lehet dönteni, hogy valaminek a száma az megfelelő, a lejárati ideje még tényleg teljesült, stb. Tehát jó néhány ilyen pénztechnikai művelet webszolgáltatásként szerintem elérhető. Akkor én nagyon sok informatikai jellegű webszolgáltatást el tudok képzelni, amelyek jelenthetik azt például, hogy megfelelő szabványokat kikeressünk, jelenthetik azt, hogy adott, mit tudom én, interfésznek megfelelő hardware komponensek közül lehessen választani, anélkül, hogy ehhez egy embernek ott kelljen ülni és végigbogarászni a 15 darab különböző keresőmotornak a találati listáját. De igazából nem is az a fontos, hogy mi mit mondunk, hanem az a fontos, hogy jól látszik, hogy a web service mint olyan az működőképes, mert a service, tehát szolgáltatás mint olyan az működőképes, azt be kell tudni jegyezni, akkor ugyanúgy a weben elérhető szolgáltatásokat is be kell tudni jegyezni. Ennek utána kéne néznem, amit úgy a józanész diktálna az az, hogy web service akkor hasznos, tehát a bejegyzése is akkor hasznos, hogyha minél pontosabban kategorizáltuk, és a vállalat az nyilvánvalóan egy létező vállalat, tehát hogyha találati listában adott szolgáltatásokat nyújtó vállalatok között meg fog jelenni az illető cégnek a neve, akkor van rá szansz, hogy azt élő, valódi, igazi, fizető ügyfelek megkeresik.
De az összes ilyen teszt jellegű bejegyzés szerintem az úgy történik, hogy a harmadik párbeszédablak végére elmegy a kedve annak, aki csak úgy kísérletezget, és már nem fogja pontosan bejegyezni ezeket a dolgokat. Tehát én biztos vagyok, hogy nem fog tevékenységjegyzékbeli kódokat megadni egy egészen komplett szolgáltatás együtteshez, amit teljesen ő talált ki. Tehát én azt gondolom, hogy a gyakorlati használat során egyszerűen lemorzsolódnak, sose találjuk meg azokat, vagy sose foglalkozunk azokkal, akik csak hecből jegyzik be magukat, tehát még azon sem csodálkoznék, ha nem lenne ilyenfajta megkötés. Az biztos, hogy nincs olyan csapat a Microsoftnál, amelyik utána megy a Microsoftos UDDI bejegyzések tulajdonosainak. Igen. Ezt meg lehet tenni. Az 1000 ilyen bejegyzés kitalálásához is kell valami. Most mi a kérdés? A skálázhatóságát akarjuk tesztelni, vagy csak fölösleges dolgokkal akarjuk telerakni? Én szerintem ez körülbelül annyira esélyes, hogy ez megtörténjen, mint ahogy az ember, mit tudom én, az üzleti telefonkönyves bejegyeztethet dolgokat. Nem tudom, hogy pénzbe kerül-e a tényleges UDDI-ba való bekerülés. Ennek utána tudunk nézni, de előbb-utóbb valószínűleg pénzbe fog kerülni. Ez majd a Hearthstone-ból látszik egyébként, ott hátul. Aha, tipikusan az információ felhasználásáért szokás fizetni. Tehát szerintem ez úgy fog történni, hogy nem a felhasználó fizet a keresésért, hanem az adott cég, akit megtaláltak, fizet minden egyes találatért. Tehát, hogyha valaki a UDDI használatával ér el egy olyat, hogy binding keletkezik, tehát ténylegesen igénybe vesz egy ilyen webszolgáltatást, akkor az mérhető lesz, lesz egy provizionáló szolgáltatás együttese körül, és akkor az adott vállalat fog valószínűleg fizetni. Mint ahogy most is a taxisok fizetnek azért, hogy a diszpécser központjuk megkérdezze tőlük, hogy ki ér rá elmenni Csepelre éjjel 11 óra 30-kor 5 percre. Ott volt egy másik kérdés is. Jó, azt hiszem, hogy most teszem fel mind a két kezemet abból a szempontból, hogy ez az előadás elsősorban arra összpontosított, hogy a fejlesztésbe hogy illeszkedhet bele az a dolog. A felvetés teljesen jogos, ezt meg fogjuk nézni, illetve mivel ez az egész teljesen nyilvános, mindenkinek javaslom, hogy a UDDI.org-ra látogasson el, mert az az élő registry, az az igazi, és ott érdemes megnézni a feltételeket. Elnézést, de most erre nem tudom a tényleges választ megadni. Biztos, hogy kell valamilyen fajta biztosítás, de azt is valószínűleg látták, hogy ez a UDDI Registry nem tért ki arra, hogy fizetünk egy szolgáltatásért. Nem tért ki arra, hogy kell-e ellenőrizni a hitelképességét vagy a fizetőképességét valakinek, hanem kifejezetten arról szólt, hogy milyen fajta szolgáltatásokat lehet igénybe venni, és ezek igénybevételéhez mire van szükség. Nem a pénzről szólt. Így van, megrendeli. Annak örülök, hogy azért keltett némi vitát, szerintem a Hearthstone még nagyobbat fog kelteni egyébként, hogy így előre nézek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ennek az előadásnak elvben most már 3 perccel túl is léptük az idejét, tehát ha a többiek is tartják az időket, akkor 10:00-kor el fogjuk kezdeni a következő előadást. Köszönjük!